világ leghíresebb hídja 70 éve állja a természetpusztító erőinek szakadatlan ostromát. Alapjait álnok áramlatok mossák, pilonjait ádásszelek hajlítják, roppant fém szívét maró tengeri sót hordozó köd roncsolja. A repedező betont és rozsdásodó vasat szüntelenül javító, fáradhatatlan csapat tartja fenn a híd lépés előnyét. A legrosszabb azonban még hátra van. A szeizmológusok olyan rettenetes földrengést jósolnak, amely mellett eltörpülnek az elmúlt évszázad rengései. Ha bekövetkezik, a hidat darabokban szórná az öböl mélyére. A San Franciscó-i Golden Gate hidat az idővel versenyt futva építik át, hogy kiállja a föld leghatalmasabb rengését. Különleges építmények. A Golden Gate híd. A San Francisco épületeit fenyegető természeti erők közül a földrengés a legpusztítóbb. A mélyben felfoghatatlan energia halmozódik fel. Amikor a nyomás túl nagyra nő, megmozdul a föld. San Franciscóban történt már ilyen, és megtörténhet újra. A város és híres hídja felett Damoklész kardja lebeg. Közeleg a nap. Versenyt futunk az idővel, hogy átépítsük és megtarthassuk a hidat. Az előrejelzés szerint kevesebb, mint 35 évük van San Francisco legnépszerűbb látnivalójának megmentésére. 35 éven belül számíthatunk egy nagyobb földrengésre. Az idő múlik, a mérnökök pedig sietve alakítják át a hidat, hogy felkészítsék a következő földrengésre. 100 évvel ezelőtt San Franciscót 7,9-es erősségű rengés rombolta le. Rossz hír, hogy az előrejelzett szeizmikus esemény nagyobb és közelébb lesz, mint azt az eredeti tervezők gondolták. A 70 éves felépítmény acélját és betonját alaposan átdolgozzák, hogy esélye legyen a túlélésre. A szerkezetet a Richter skála szerinti 8,3-es rengésre készítjük fel. A 400 millió dolláros átépítés megerősíti és kiegyensúlyozza a megviselt vázat, hogy az kiálljon egy 8,3-es minden eddiginél erősebb földrengést. A Golden Gate szorosban az elemek már akkor összeesküdtek a híd ellen, amikor az még el sem készült. Az álmot nem csupán a földrengések foszlathatták volna szét. Az öböl szájánál a szél is kegyetlen. A nyírkos, tapadós köd felfalja a fémet és gyötrelmessé teszi a munkát. A szorosan át özönlő, kavargó víz túl vad ahhoz, hogy építkezzenek benne. Mindezen pusztító elemek ellenében, a földrengések rémének árnyékában miért akar valaki hidat építeni? ...1918-ban San Francisco a jövő sikertörténetének ígérkezett, ám a fekvése nem volt előnyös. Összezsúfolódott egy földnyelven, melyet az egyik oldalon az öböl, a másikon az óceán határol. Az Aranykapu nevű másfél kilométer széles, viharos szoroson túl kínálkozott a lehetőség. Itt Marin megye érintetlen földjén volt telek, munkaerő és a város tápláló nyersanyag. Csábító vidék egy terjeszkedő város számára. A kompok zsúfolásig megteltek. Egy hídra volt szükség. ...1933. januárjában végül beindult az évszázad építészeti vállalkozása, hogy létrehozzák a világ leghosszabb hídját, a legmagasabb pilónokkal, a legmélyebb alapokkal, az ország egyik legalkalmatlanabb helyén. 130 000 kilométer húzal,
11 emberélet és építőipari újdonságok egész sora kellett ahhoz, hogy a Golden Gate álmából valóság váljon. Az elemekkel megvívott első jelentős összecsapást a déli pilón kolosszális alapjának megépítése jelentette. A betonalap akkora, mint egy stadion. A parttól 340 méterre áll a szoros tomboló vizében. Körülbelül 150 méterrel van a Golden Gate híd alatt, ahol a szoros nagyon keskeny és a víz rendkívül gyors. Mintha csak igazolni akarnák, milyen vakmerő a vállalkozás, az építkezés első évében a köd, a viharok és az áramlatok is megnehezítették a déli pilón alapozását. Ez lett a híd legrosszabb hírű eleme. A víz alatti alap földmunkáit búvárok készítették elő, akik ingatagon lehorgonyzott uszályokról szálltak alá. A munka kockázatos, hiszen az összecsapó áramlatok halálos csapdává válhatnak. Az árapály fordultakor a tengervíz találkozik azzal, ami az öbölből ömlik kifelé. A víz egyszerre két irányba folyik. Több millió köbméter édes víz tódul ki, míg a csendes óceán sűrűbb, hideg, sós vize befelé áramlik. A búvároknak szüntelenül küzdeniük kellett az egyensúlyért a kavargásban. A megoldás drasztikus és dinamikus volt. Óriási, dinamittal tömött acélcsöveket süllyesztettek a tengerfenékre. Lépésről lépésre robbantottak utat a 30 méter mélyen húzódó szikláig. A hullámok alatt a munka szépen haladt. Odafent már más volt a helyzet. Az uszályok és más úszó alkalmatosságok számára túl viharosak voltak a viszonyok. A megoldást egy 330 méteres múló jelentette, amelyen minden eljuthatott az építkezési területre. Az időjárás azonban ismét kimutatta a foga fehérjét. 1933. augusztusában bekövetkezett a szerencsétlenség. Egy kifutó teherhajó 600 méterrel letért az útvonaláról, és az éppen befejezett szerkezetbe rohanva súlyosan megrongálta azt. A hajó kapitányát elvakította és eltérítette a váratlanul leszálló nyári köd. Nagyon gyorsan kialakul. Ha igazán sűrű, akkor semmit sem lehet látni. Amikor a ködből egy nagy hajó bontakozik ki a fejünk fölött, az elég ijesztő. Két hónappal később a mólót újraépítették. Ám egy októberi vihar leszaggatta a frissen összeácsolt szerkezet tetejét. Ismét felépítették. De december 14-én egy még hatalmasabb vihar ezt is szétrombolta. Öt hónappal később új móló készült, elég erős, hogy bármit kiálljon. A simára robbantott tengerfenékre hatalmas betontömböket süllyesztettek. Ezekből ovális tartályt építettek, amelyet külső vas alatt védett. A zsaluzat által körülhatárolt területről 42 millió liter vizet szivattyúztak ki, mielőtt beöntötték a 100 ezer köbméternyi betont. Az emberek térdig gázoltak a kötő betonban, miközben sietve szétterítették és szilárd alapot építettek a tengerfenekén. január 3-án a valaha épített legnagyobb pilléralap elérte végleges magasságát. 13 méterrel emelkedett a víz felszíne fölé. A parton már felhalmozva vártak a Golden Gate híd következő két jelképpé vált elemének alkotó részei. A rekordot jelentő tartókötelek 130 ezer kilométernyi húzala és 44 ezer tonna acél a 225 méteres, a világon a legmagasabb és legkecsesebb pilónok számára.
A páratlan építkezés következő szakasza újításokat hozott a mérnöki munkában, tragikus halálesetekhez vezetett, és a világ első híd mellett küzdő, végsőkig elhivatott embert is idejekorán vitte a sírba. A hídépítés új szintre emeléséhez a Golden Gate örvénylő áramlatai, dühöngő viharai és acéltroncsoló köde közepette mérnöki zsenire volt szükség. Egyetlen ember lépett a pástra, egy alacsony német Chicagóból, hatalmas ambícióval és ugyanakkora önbizalommal. Joseph Strauss, a Golden Gate építésének motorja, papíron épp oly kevéssé volt alkalmas, mint a viharoknak és földrengéseknek kitett helyszín. Strauss még sohasem épített függőhidat, nem volt mérnöki végzettsége, mégis ő szorgalmazta a világ legnagyobb, legösszetettebb hídjának megépítését a könyörtelen Golden Gate felett. 23 millió dolláros ajánlata mégis elfogadható, elhivatottsága vitathatatlan volt. Sietve összeállította a terveit valóra váltó álombrigádot. Elsőként a hírneves mérnök professzort Charles Ellis-t kérte fel. A pedáns, konzervatív és intellektuális alkatú Ellis dolgozta át a tervet, hogy pontos és hiteles legyen. Strauss ezután a New York-i Manhattan híd nagynevű tervezőjét, Leon Moiseyevet állította csatasorba. Moiseyev és Ellis együtt újraértelmezte a kivitelezhetőség fogalmát. Legnagyobb alkotásuk a főtartó köteleket tartó két pilón 220 méternél magasabbra emelkedik a víz fölé. Precíz felépítésüket kiváló acélmunkásoknak köszönheti, akik szívesen hívták magukat hídembereknek. Ők a világot járták, a kiemelkedő építési feladatokat keresve. A Golden Gate-hez úgy sereglettek, mint méhek a mézre. A pilónok elemeit Pennsylvániában gyártották, majd a Panama csatornán át uszályokkal szállították az öbölhöz. Egy szolos acéllemezből készült, rácsos szerkezetű elemekből állították össze őket. Minden merevítő gerenda rácsos szerkezetű. Az alapnál 97, a felfelé keskenyedő pilón tetején pedig már csak 21 darabból áll. A pilónok tervezése egészen újszerű volt. Arra készültek, hogy elbírják a főtartó kötelek és a hídpálya 33 ezer tonnányi holt tömegét, és a hídra az elejétől a végéig felállított teherautók további 4 ezer tonnányi terhét. A pilónok a Golden Gate hidat meghatározó mesterművek. Kívül és belül egyenként 37 kilométernyi létra fut rajtuk, melyeknek minden foka arra emlékeztet, hogy a roppant szerkezetet emberek alkották lépésről lépésre. A vasmunkások ugyanoda tartoztak, ahová én, a 377-esekhez. A hídat a mi munkásaink építették, mi pedig felnézzünk rájuk azért, amit véghez vittek. A szerkezeten dolgozni magasan a víz felett, a szélben és a ködben ma is ugyanolyan veszélyes, mint az építkezés idején. Keserves tud lenni. Az ember egy kézzel dolgozik, a másikkal kapaszkodik. A hídon a munka a legjobb esetben keserves. A legrosszabb esetben életveszélyes is lehet. A világválság idején azonban nehéz volt álláshoz jutni. Az emberek sorba álltak egy tál levesért, vagy ami még jobb, munkáért. Bár akkoriban fillérekért lehetett munkaerőhöz jutni, Strauss főmérnök büszke volt rá, hogy gondoskodik az embereiről. Nagy előrelátással megszállottan ragaszkodott a munkavédelemhez. Akkoriban elfogadottnak számított, hogy egy építkezésre fordított összeg minden milliójára jusson egy halálos baleset. Strauss 23 emberéletet elfogadhatatlan árnak tartott. Nem elég, hogy elsőként ő írta elő mindenki számára a sisak és a biztonsági heveder használatát, de kísérletképpen naptejet, napszemüveget és még egy káposzta alapú, általában másnaposság ellen ajánlott gyógylevest is biztosított, keményen dolgozó és sokat kockáztató csapatának. A legnagyobb és legköltségesebb biztonsági eszköz egy óriási háló volt, amelyet a cirkuszi légtornászok használnak. A vízszint fölé emelkedő pillérek között feszítették ki.
Mintegy 125 ezer dollárba került, de összesen 19 ember életét mentette meg. Ezek a szerencsések a találóan elnevezett exkluzív, félúton a pokol felé klub tagjai. 1934. májusában már büszkén lobog az amerikai zászló az elkészült Marin pilónon. Elszánt emberek kis csoportja húzta ki magát a valaha épült legmagasabb híd szerkezet tetején. 20 ezer tonna acél állt össze rácsos szerkezetek olyan labirintusává, amelyben valóban eltéved az ember. Mindezt 300 ezer kézi munkával bevert szegecs tartja össze. Ekkor következtek a főtartó kötelek, amelyek minden addiginál hosszabbak és vastagabbak voltak. Mivel egyben túl súlyosak lettek volna a szállításhoz, a keleti partról hatalmas orsókon érkező 130 ezer kilométer acélhúzalból sodorták őket. A 24,5 ezer tonnás főtartó köteleket szálanként fonták, azzal a módszerrel, melyet a Brooklyn híd építője, a Röbling vállalat fejlesztett ki New Jersey-ben. A kábelhúzó brigád ötletes megoldással gyorsította fel a munkát. A húzalokat nem egy, hanem két kocsival feszítették ki a víz felett. Két oldalról indulva középen találkoztak, ahol szálat cseréltek. A 27.572 húzalt 61 pászmába fogva, rekordot jelentő sebességgel naponta 4 tonnát feldolgozva építették be. Az ütem egyre gyorsult. Strauss legjobb akarata ellenére balesetek is előfordultak. február 17-én tragédia történt. Két munkás a híres biztonsági hálóba akadt törmeléket gyűjtötte össze, amikor a fejük felett leszakadt egy állvány. Az 5 tonnás szerkezet 12 emberrel együtt zuhant a hálóba. Az csak egy percig tartott ki, majd géppuskaropogásszerű zajjal elpattant. 12-en zuhantak a lenti, halálosan dermesztő vízbe. Csupán 2 maradtak életben. Egyikük súlyosan megsérült. Amikor kihúzták, egy társa holttestét tartotta, akiről azt hitte, hogy még él. 1937. májusában, amikor a híd végre elkészült, rég várt nap virrat fel. 27-én, a gyalogosok napján 200 ezer ember sétált, futott, görkorcsolyázott vagy steptáncolt át a hídon. Másnap a hivatali járművek felvonulása kelt át a világcsúcsot felállító íven. Joseph Strauss büszkén jelentette be a híd megnyitását azzal, hogy ha a következő nemzedékek gondját viselik, akkor az örök életű lehet. 67 évesen, 20 év politikai csatái, diadalai és tragédiái után Strauss Los Angelesbe költözött. Egy hónap múlva ágynak esett, és az ember, akinek álma és elszántsága életre hívta a hidat, egy éven belül elhunyt. Az örökségeként ránk maradt bámulatos szerkezet erejében és biztonságos voltában viszont senki sem kételkedett. Egy 3 évvel később bekövetkezett esemény azonban mindent megváltoztatott. 1940. októberében az egész világ szeme láttára és a Golden Gate mérnökeinek rémületére a világ harmadik leghosszabb és legkorszerűbb függőhídja széthullott a szélben. Az ünnepelt mérnök szakértő, a Golden Gate paramétereit jóváhagyó Leon Moiseyev a híd újszerű merész tervezési elveinek atyja volt. A Tacoma híd megdöbbentő leomlása után minden figyelem ráterelődött. A Golden Gate felügyelete haladéktalanul megkereste Charles Ellis-t, a híd társtervezőjét, az eredeti tervek alkotóját. Ellis kínos alapossággal nézte át az összes elvégzett számítást.
Többek között arra is rájött, hogy a Tacoma híd végzetéért a keskenysége is felelős volt. A Golden Gate hosszának és szélességének aránya 47 az 1-hez, vagyis határozottan zömökebb, mint a 72 1-es Tacoma. Ellis kijelentette, hogy a szél terelése szempontjából hatékonyabb keresztmetszetét is figyelembe véve a Golden Gate biztonságos. Mindenki bízott benne, hogy a természetes szélcsatornájában álló, a 30-100 km/órás sebességű szélnek kitett Golden Gate igazolja majd az elméletet. Sok kilométeres körzetben nincs más hely, ahol a csendes óceánon végig söprő szelek betörhetnek a száraz földre. A gét nyit számukra kaput. Az erős szél a forgalmat is veszélyezteti, különösen mivel a téli viharok hatalmas vándorútjuk végén először a híddal találják szembe magukat. Mivel a teherautók magasabbak, a szél beléjük kap, és csak üggyel-bajjal tudják tartani a sávjukat. 11 évvel Tacoma után a Golden Gate számára is eljött az igazság pillanata. A szoroson 110 km/órás szél tört át. Mivel a Tacoma híd rémsége még nem merült feledésbe, a hatóságok a híd történetében első alkalommal lezárták azt. A pályaszerkezet megcsavarodott, és az egész híd ingott. Ellis és Moiseyev úgy tervezték a hidat, hogy 150 km/órás oldalszélnek bámulatos, 8 méteres kihajlással álljon ellen. Ez három autó hossza. Még ma egy csendes napon is érezhető, hogy lágyan ring, hullámzik és hajladozik a szél és a forgalom hatására. Egyes bizarr esetekben az időjárás különböző lehet a híd két végén. Előfordul, hogy az egyik parton köd van, és szörnyű az idő. Ugyanakkor a másik oldalon meleg van, és süt a nap. Óriási a különbség az északi és a déli oldal időjárása között. A hideg és a meleg levegőnek ez a találkozása hozza létre a szélnél is rombolóbb hatású jelenséget. Ettől keletkezik San Francisco hídjának legjellemzőbb jelensége, a köd. Akár szeretjük, akár nem. Bár ma szép az idő, biztosíthatom önöket, egyes napokon innen sejteni sem lehet, hogy ott egy híd áll. A dermesztő ködön kívül semmit sem látni. A hideg ködöt fogjul ejti a környező légtömeg, és az beburkolja a hidat. Az év három hónapjában a Golden Gate-nek saját szörnyű időjárása van, míg a város többi része napfényben sütkérezik. Rengeteg a köd és a nyírkosság. Gyakran előfordul, hogy munkába jövet, a vizet sem látom. Nagyon gyakran. A köd tréfát űz velünk, jön és megy, olykor eltűnik, amíg ebédelünk, vagy fordítva. Egészen kiszámíthatatlan. A sós köd miatti korrózió lassan, csendesen pusztítja a hidat. A rozsda elleni harc az 55 fős karbantartó csoport teljes munkaidejét leköti. Ők a híd melletti rejtett gödörben, az úgynevezett csonttelepen dolgoznak. A híd folyamatos javítása darabonként történik a telepen. A károsodott darabokat kiszerelik, és homokfúvóval a csupasz fémig letisztítják. Egyes elemeket, mint ezt a lépcsőfokot, a sós levegő javíthatatlanná roncsolta. Ilyen esetben új darabot gyártanak a régi mintájára. Az elemeket pontosan olyanra vágják, amilyen az eredeti. Alapozás után a világszerte ismert narancsszínre festik őket. Ezután kerülnek a hídra, hogy szembeszálljanak a köddel. Azt hihetnénk, hogy a híd alatt védve vagyunk az esőtől, de a ködből ott is lecsapódik a nedvesség, és ránk csöpög.
Ezek az acéltüskék, melyek a híd felfüggesztését rögzítik a talajhoz, alaposan elrozsdásodtak. Kivágják őket, és újakat gyártanak helyettük. Valójában darabról darabra kicserélik a rozsdásodó hidat. A történelmi hírű Golden Gate nagy része valójában új. Az eredeti hídépítők tehetsége a mai vasmunkásokban él tovább. A főtartó kötelek azon néhány darab közé tartoznak, amelyek az építés óta érintetlenül maradtak. Ennek titka az a mód, ahogyan 1936-ban szigetelték őket. Miután a húzalokat kifeszítették az egyik horgonytól a másikig, 55 tonna súllyal préselték egymáshoz, majd pántokkal kötötték össze őket. Rozsdaálló festék és 5 kilométernyi acélburkolat került rájuk. Ma is olyan tartósak, mint amikor sodorták őket. A tartókötél egy darabja ma Strauss szobra mellett van kiállítva. Kiállítási felületre téve elcsodálkoznak azon, hogy a ceruza vastagságú húzalok 110 km/h szélviharban is megtartják a 887 ezer tonnás hidat. Azt nem is tudják, hogy a szélnél is nagyobb pusztító erő készülődik a lábuk alatt, amely a híd létét fenyegeti. A Golden Gate közelében bekövetkező földrengés fenyegetése ma kézzel foghatóbb, mint valaha. Szívesebben hiszem azt, hogy nem holnap történik, de holnap is lehet. Hogy a hídnak esélye legyen a szeizmikus erőkkel szemben, a folyamatos karbantartást egy lépéssel tovább fejlesztették. A hidat teljesen át kell építeni, hogy állja a sarat. Egyszerűen fogalmazva, behangoljuk a hidat, mint egy zongorát. A zongora húrjait itt a Golden Gate híd acélelemei helyettesítik. Úgy állítjuk be őket, hogy elnyeljék vagy disszipálják az energiát, az egyik így, a másik úgy. A rengés energiáinak elnyelése vagy szétoszlatása érdekében a híd számos elemét eltávolítják, áthangolják vagy kicserélik. A földrengés elleni felkészítés munkálatainak legnagyobb akadálya meglepő módon a földrengés. Az átalakítás során a hídnak a lehető legnagyobb mértékben rengésállónak kell maradnia. A hídpályán dübörgő forgalom és a hídon éjjel-nappal járó emberek miatt az a szabály, hogy az aprólékos munka során egyszerre csak két szegecset távolíthatnak el. Ha kettőnél több szegecs hiányozna, amikor egy földrengés lecsap, akkor az acél egész hálózata összeomolhatna. A híd tehát szegecsről szegecsre kap új lehetőséget az életre. A világ egyetlen függő hídjának felújítása sem olyan összetett és mindent átfogó, mint a Golden Gate-é. Minden mozdulat mögött ott lappang a tény, hogy az öböl és hídjai egy emberöltőn belül már megütköztek a romboló erővel. Az 1980-as évek végén a Loma Prieta-i földrengés dúlta fel az öböl környékét és minden itt lakó életét. Átéltem a Loma Prieta-t még 1989-ben. Rendkívül izgalmas volt. Azt hiszem, a geológia minden rajongóját fellelkesítette volna. A földrengések erejét a Richter-skálán mérik. A kisebb, úgynevezett mikrorengéseket csak a szeizmográfok észlelik, de 3,5 fölött az emberek is érzik. A Loma Prieta-i rengés 6,9-es volt, mindenki megérezte. 14 ezeren maradtak fedél nélkül, 62-en meghaltak, és 3000 ember sérült meg súlyosan. Az anyagi kárt 7 milliárd dollárra becsülték. Amikor a Föld megmozdult, a Golden Gate híd biztonsági ügyeletesei hallották a Föld mélyén végig dübörgő hullámot. Éppen ebben az irodában ültem, olyan zaj volt, mintha egy vonat gázolna át az épületen.
A Golden Gate addig nem szembesült a Loma Prieta-i földrengéshez fogható erővel. Még az őslakos kaliforniaiak sem tapasztaltak hasonlót. Itt éltem le az egész életemet, de ekkora földrengésben nem volt részem. Soha sem felejtem el. Az öböl környékének infrastruktúráját súlyos csapás érte. Oaklandben a Nimitz autópálya Cypress viaduktjának felső szintje 2 kilométer hosszan leszakadt. 42 ember halt meg az alsó szinten, az autójában összezúzva. Északon a Golden Gate-tel egy időben a részben ugyanazon munkások által épített Bay Bridge-nek egy 9 méteres darabja roskadt le. A rengés estéjén a Golden Gate híd ringani kezdett. Dan Moon, az akkori főmérnök éppen egy ilyen jelre várt. Autóba ugrott és útnak indult a hídon át. A rengés tetőpontján éppen a főnyílás közelében jártam. Amikor elkezdődött, először azt hittem, hogy kiukadt az egyik kerekem. Dan a rengés első lökéseit 34 ezer tonna holt tömegmozgását érezte. A hidat érő lökések a hídpályának és a tartóköteleknek is átadódtak, azok pedig mozgásformájában nyelték el őket. A függesztő kötelek láthatóan sebesen inogtak. Ekkor már tudtuk, hogy a föld reng. Bár az epicentrum a Santa Cruz hegységben volt, a legnagyobb károk a városokban, Oaklandben és San Franciscóban keletkeztek. És a Golden Gate híd? A függesztők, a vékonyabb, függőleges kötelek, amelyek a hídpályát tartják, jól láthatóan kilengtek előre-hátra. Ez innen is látható volt. A híd azt tette, amire tervezték. Kilengett, elnyelve a földrengés energiáját, majd rezgés és mozgás formájában szabadult meg tőle. Az energia szétoszlatása akkor megelőzte a Golden Gate katasztrófáját, és a mai felújításnak is ez a fő irányvonala. Nyeld el, vagy oszlasd el az energiát, hogy épségben maradj. Szerkezeti kár nem keletkezett, csak egy kis karbantartásra volt szükség. A függő hidak természetükből adódóan jobban tűrik a földrengést, mint a merev szerkezetek. Ez egy merev szerkezet. Az összeomlása tragédiához vezetett. Bár a Bay Bridge, amely szerepel egy 2,5 milliárd dolláros felújítási tervben, 80 kilométerre volt a földrengés középpontjától, ezt is elérte a lökés hullám és megrepett. A Golden Gate híd tervezői tudták, hogy a pályaszerkezetnek mozognia kell a forgalom terhelése, a szél és persze a földrengések következtében. A hídnyílás két végének alátámasztása ezt lehetővé is teszi. Sajnos a híd legújabb felülvizsgálata szerint ez nem lesz elég, ha a történelem megismétli önmagát. 1906-ban, egy áprilisi reggelen San Francisco felvirágzóban lévő városát földrengés döntötte romba. 460 kilométer hosszú törés keletkezett a föld felszínén, amint Kalifornia két darabja ellentétes irányba mozdult el. 1906-ban az történt, hogy két kontinentális lemez hirtelen rendkívül gyorsan elmozdult. 40 másodperc alatt 5-8 méterrel kerültek odébb. Ez rengeteg. Olyan, mintha a Földön szörföznénk. Előjel nem volt, és 40 iszonyatos másodperc alatt minden véget ért. Az emberekkel álmokban végzett a leszakadó törmelék. Óriási tüzek törtek ki az összetört gázvezetékekből kilövellő lángoszlopok nyomán. Egyes vélemények szerint 3000 ember halt meg, de sok holttest sohasem került elő. Több mint 28 ezer épület pusztult el. A lakosság fele fedél nélkül maradt. San Franciscóval rendkívüli erejű, a Richter-skála szerinti 7,9-es földrengés végzett, amely az egész bolygón észlelhető volt.
Ha a Golden Gate híd már állt volna az 1906-os rémálom idején, akkor könnyen az öböl mélyén végezhette volna. Az alapos kutatások azóta felderítették, hogy a híd Kalifornia két legaktívabb szeizmikus törésvonala, a Szent András és a Hayward vonal között áll. Minden törésvonal a földkéreg két lemezének határát jelzi. A földkéreg lemezei szüntelenül mozognak, csak hogy nem együtt és nem egy irányba. Körülbelül 250 évenként az egymásnak feszülő kontinentális lemezek elcsúsznak egymás mellett. Nem csak összetöredeznek, hanem kipattan a bennük felhalmozódott óriási energia. 1906-ban ez az energia félelmetes volt. A Loma Prietai minden idők legjelentősebb földrengései közé tartozik, és jelentősen gazdagította szeizmológiai ismereteinket. A Golden Gate híd számára sajnálatos, de ez a tudás rémületes következtetésre vezette a tudományos világot. Újabb, a Loma Prietainál nagyobb, legalább az 1906-ossal összemérhető földrengés készülődik. Ezt bizonyosnak tekintem. Nem tudjuk, mikor következik be, de biztos, hogy a Szent András törésvonal mentén földrengésre kerül sor. Ez sokkal erősebb földmozgással jár majd, mint a Loma Prietai. Mai szeizmikus és építészeti ismereteink birtokában a bölcsbefektetők rájöttek, hogy ha a Golden Gate hidat meg akarják őrizni, akkor sürgős fejlesztésekre van szükség. A két leglényegesebb új szerkezeti megoldás a híd szakaszait elválasztó támaszték és a lengés csillapítók, amelyek elnyelik a rengés erejét és remélhetőleg megmentik a híd szerkezetet. A felújítás bonyolult és költséges művelet, de ha az ember talpa alatt megmozdul a föld, az elég ösztönző hatású. Elméleteket alkotni róla nem ugyanaz, mint arra riadni az éjszaka közepén, hogy rázkódik az ágy, csörömpölnek az ablaküvegek, miközben az ember azon töpreng, hogy vajon rászakad-e a mennyezet. Sokkal nagyobb meggyőződéssel támogatom a szeizmikus átépítést, amióta átéltem az első földrengést. Lássuk, hogyan képes a függő hídon még soha meg sem kísérelt felújítás megmenteni a Golden Gate hidat a következő nagy rengéstől. Az 1906-os földrengés volt a legpusztítóbb az Egyesült Államok történetében. Mai áron 8 milliárd dollár kárt okozott Kaliforniának. A tudósok azt jósolják, hogy ugyanekkora vagy még nagyobb van készülőben. A 70 éves Golden Gate híd számára ez nagyon rossz hír. Bekövetkezhet holnap, lehet, hogy 10 év múlva, de az biztos, hogy megtörténik. Addigra pedig a hídnak készen kell állnia. De meddig kell elmenni? Mekkora földrengésre kell felkészíteni egy szerkezetet? Az állam szakértőket bízott meg a várható legerősebb rengés megbecsülésével. Ez az érték a 8,3 tized. Egy 8,3 tizedes földrengés katasztrofális. A 6,9 tizedes erősségű Loma Prieta több mint 60 emberrel végzett, és 10 milliárd dollárnál is nagyobb kárt okozott. Egy 8,3-as rengéskor felszabaduló energia több mint 3 milliárd tonna dinamit felrobbanásával egyenértékű. Ez bármilyen épületre súlyos csapást mérne. Ha mégis ennél erősebb lenne, akkor sem igazán a híd miatt kell aggódnunk, hiszen nem biztos, hogy Nyugat-Kalifornia egyben marad. Az átépítést annak figyelembevételével végzik, hogy a földrengés központja, az epicentrum a szomszédban lesz, csupán 11 kilométerre nyugatra a Szent András törésvonalon. A mérnököknek a várható legerősebb hatású eseménnyel kell számolniuk. A hidat 8,3 tizedes erősségű rengésre készítik fel, mert ez a várható legerősebb hatású esemény. A maximum meghatározása érdekes egyensúlyi kérdés. Valójában az a kérdés, hogy mikortól válik a híd átépítése pénzpocsékolássá.
A Golden Gate esetében ez jókora összeg. Ez a legösszetettebb és legköltségesebb eljárás, amit egy híd földrengés biztossátétele érdekében valaha végrehajtottak. Bármely más híd esetében egyszerűbb volna lebontani és újraépíteni az egészet. A Golden Gate azonban nem egy hétköznapi öreg híd. Ahol Amerika fontos építményeiről esik szó, ott a szabadságszobrot és a Golden Gate hidat emlegetik. Kétségtelen, hogy ez a föld legjellegzetesebb hídja. Bámulatos! Biztos vagyok benne, hogy aki valaha dolgozott ezen a hídon, az mind mély érzéseket táplál iránt. A szerepe, mint egy artériáé. Évente csaknem 40 millió járművet szállít az öböl északi és déli partja között. $5 retúrdíjjal számolva a hídpénz évente 84 millió dollár bevételt jelent. Ez nagy összegnek hangzik, pedig még a rendszeres karbantartásra sem elég. Az átépítés csillagászati költségeit meg sem közelíti. Nem messze innen, Berkeleyben, a Bay Bridge-nél a Kalifornia Transport és a földrengéseket tartja elsősorban szem előtt. A Caltrans a szeizmikus erőkre összpontosít, de nem is tehet mást. A Loma Prietai rengés a létesítményeik nagy hányadát elpusztította. Nem kímélte a Bay Bridge-et sem. Olyan módszerrel kísérleteznek, amely elnyeli és elszigeteli a földrengés szeizmikus energiáját. Ennek érdekében saját maguk keltenek rengéseket. Ez az Egyesült Államok legnagyobb rázóasztala. Minden valaha mért földrengést képes szimulálni. Ezek itt a Golden Gate hídra szánt vadonatúj támasztó elemek. Ezek feladata, hogy a következő évszázadban is megtartsák a lábain. Ólommagvas gumiból készültek. A hídnak azokra a pontjaira szerelik fel őket, ahol az egyik szakasz mozgását függetleníteni kell a másiktól. Ez az átépítés titka. Szakaszról szakaszra felkészítik a hidat, hogy amikor alatta rázkódni kezd a föld, akkor a szeizmikus erőkkel együtt mozogjon. A munkálatok több mint 20 évet vesznek igénybe. Ezzel megírják a függő hidak felújításának kézikönyvét is. A vadonatúj északi felhajtó viadukton már be is építették a gumi ólom szigetelőket. Az északi pilónba merevítőket építettek, megerősítették a csatlakozásokat, és az alapba is előfeszített acéltartókat ágyaztak, hogy fokozzák az ellenállását. Az első fázis végeztével dél felé fordultak. Itt további szigetelőket építenek be, kicserélik a pilléreket és az összes acélmerevítőt. A Fort Point hídnyílás, melyet azért építettek, hogy a hidat elvezesse egy régi, polgárháborús erőd felett, külön nehézségeket jelentett. Mögöttem látható a Fort Pointi híd szakasz. A számítógépes modell szeizmikus elemzése szerint kimozdulhat, felemelkedhet és össze is dőlhet. A vizsgálatok feltárták, hogy földrengés esetén a tartókötél által felfelé húzott teljes ív kiemelkedhet az alapjából. Ez nem gond, hiszen ez a mozgás nyeli el a rengés energiáját. Csak hogy utána pontosan a helyére kellene visszaereszkednie. Korlátozni fogjuk a hídszakasz mozgását, megerősítjük a vasalását, és energiaelnyelőket építünk be a két végén álló betonoszlopokhoz. Ha a földrengés megmozdítja, akkor visszairányítjuk az eredeti alapjára. Ez alatt a világ tetején megerősítik és a túlzott kimozdulás ellen rögzítik a 887 ezer tonnás hidat tartó két, egyenként 3000 tonnás súlyt. A pilónok és a pályaszerkezet találkozásához lengéscsillapítókat szerelnek. A vízbe merülő betonalap egyes részeit is kicserélik.
bár az idővel versenyt futva igyekeznek elkészülni a következő földrengés előtt, az egész korszerű eljárás egy fontos szempontnak van alárendelve. Technikailag ez oldható meg a legnehezebben. Nagyon egyszerű volna nekiesni és mindent lecserélni. Megváltoztathatnánk a külsejét, az elemek elrendezését, de végül elvesztenénk ezt a csodás hidat. Amikor eljön a nap, és elkészülnek a felújítással, senkinek sem szabad észrevennie, hogy hozzányúltak. Viccesen hangzik a ráköltött sok millió dollár után, de úgy kell kinéznie, mintha semmi sem történt volna. Minden szegecset ellenőriztek, az acélnak csaknem a felét kicserélték, a betonpilléreket újra öntötték. A pályaszerkezet és a függesztőkötelek, amelyek tartják, vadonatújak. A hidat apránként teljesen kicserélik. Végül semmi sem marad majd az eredeti acélból és betonból, amely életeket követelt és hírnevet adott, miközben a fejlődés és a szépség lélegzetelállító emlékművévé vált. Mégis, akármi is történt vele, ez a Golden Gate a világ leghíresebb és legnagyobb csodálatnak örvendő hídja. Több embertől hallottam, hogy egész életében arra várt, hogy egyszer láthassa a hidat. Először példanélküli mérnöki csoda volt. Közeleg a nap. Versenyt futunk az idővel, hogy átépíthessük a hidat, és megmentsük az utókor számára. A hidak ősanyja most új lehetőséget kap az életre. A Golden Gate híd kiállta a múltat, és ha az átépítés időben elkészül, még sok aranyév áll előtte. De a természet senkire sem vár. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.